Elkezdte a 2021-es népszámlálás előkészítését a Központi Statisztikai Hivatal. Június 20-a és július 22-e között a szervezet közvéleménykutatást végez. A felmérés időszakában a hivatal összeírói 6000 címen keresik fel a lakosságot, további 16000 ember pedig önálló internetes kitöltéssel vehet részt a felmérésben. De ez egy nagyon nagy adatfelvétel, a KSH-nak a legnagyobb lakossági adatgyűjtése, úgyhogy egy hosszú előkészítő munka előzi meg. Ennek az első lépése ez a véleményvizsgálat, amivel azt szeretnénk vizsgálni, hogy a lakosságnak milyen a személyes adatok kezelésére vonatkozó véleménye, érzékenysége, és mit szólna, hogyha egy következő népszámlálás alkalmával személyazonosításra alkalmas adatokat vennénk fel, tehát megkérdeznénk a kérdőíven például a nevüket is. A kérdőíven elsősorban azt vizsgálják, hogy mit gondolnak az emberek a személyazonosító adat megkérdezésével történő népszámlálás lehetőségéről. A legutóbbi két népszámláláson nem vettek fel személyazonosító adatokat, egyedül a megkérdezettek lakcímét rögzítették, de később ezt is leválasztották a kérdőívek adatairól. A hivatal kiemelte, a válaszokról kizárólag összesített eredményeket közölnek, az egyéni információkat nem teszik közzé. Európában csak Szlovákia volt még olyan ország, ahol a népszámlálási kérdőíven nem kérdeztek legalább nevet. Ennek azért van jelentősége, mert hogyha a népszámlálásnak a modernizálására gondolunk, módszertani fejlesztést úgy lehetne elérnünk, hogyha az adminisztratív nyilvántartásokban már rendelkezésre álló adatokat is tudnánk használni. Akkor kevesebb kérdést kellene feltennünk a kérdőíven, tehát ez a lakosság számára is könnyebbséget jelentene. A KSH mostani közvéleménykutatásában nem kötelező a válaszadás, viszont a résztvevők között hetente értékes nyereményeket sorsolnak ki. A kérdőív kitöltése anonim, és körülbelül 30 percet vesz igénybe.